Milyen eredményt vár, polgármester úr? Azt gondolom, hogy a 60-iak értékelni fogják az elmúlt 4 évet, én győzelemre számítok. Köszönöm szépen. Hogyan értékelni a kampányt, polgármester úr? Én azt gondolom, hogy mindent megtettünk, és az intelligencia megelőzi a bunkóságot. Hallottam egy olyan rádiós felvételt, amelyben ön úgy nyilatkozott a 60-i kórházról, hogy területi alapon nem szükséges. Most mégis kiírt ezzel kapcsolatban egy népszavazást. Most mi változik? A területi alapon az, hogy én azt mondom, hogy nem szükséges. Hát hogy ne lenne szükséges? Én azt mondom, hogy a területi megméretetésben, ha a kórház, a kormány egészségpolitikája az, hogy nem tudja a kórházakat fenntartani. Hölgyeim és uraim, nincs rá pénz. Észak-Magyarországon egyetlen egy kórház kaphat támogatást, de hát aztán meg kell hallgatni az egészségügyi kormányzatot, ez pedig már nem is a súlyponti kórház, hanem a pólus kórházak. Kisváros nem tudja fenntartani. Én azért mondtam, hogy nem fogják tudni támogatni. Mi várható? Elmondta a kormány tisztességesen, pragmatikusan, racionálisan, és közgazdászként érsz, és egyet is értek vele. Fuzionálni kell, holdingba fogják telepíteni a kórházakat. De a holdingba telepítik, Heves megyében egyetlen egy kórházi ellátás elegendő a fekvőbeteg ellátáshoz. A kubatúrája az egri kórháznak elegendő ennek a 320 ezer embernek az ellátására. Sőt, tudják, mit mondok? Még a Gyöngyösi kórház is el tudja látni Heves megyét. Nem fogjuk meg tudni megtartani, megmenteni a kórházat. Polgármester úr, amennyiben megválasztják, mi lesz az első vagy a legfontosabb intézkedése? Hát meg kell várnunk természetesen a kötvénykibocsátásnak az eredményét. Ez minden befolyásol. A mi programunk 3 nagyon komoly pillére épült. Kórháznak a megmentése kötvénykibocsátással, a csapadékvíz elvezető rendszert meg kell tenni. Tehát aki ezt nem tudja magával tenni, ezt a gondolatot, az nem 60-ban él. Annak nem fontos 60. Beszélhet róla, de nem fontos neki. A csapadékvíz elvezető rendszerre pályázati írás kell keresni. A csapadékvíz elvezető rendszernek a megépítése akkor lehet ezzel terhelni a 60 városát, ha befejezzük a csatornaépítést. Új 60-ban a Cukorgyári részen a csapadékvíz elvezető rendszer előtt jövőre be fog fejeződni a csatornaépítés. Ugye a kötvénykibocsátásnak a lényege, többször elmondtuk, hogy a visszafizetési kötelezettség ez 2014 után van, amikor már új kórház van. Csapadékvíz elvezető rendszert meg kell építeni. Igazából az elmúlt 8 év arra nagyon-nagyon jó volt, és én erre személyesen büszke vagyok, mert ugye ezt nem lehet elvenni bármi a választási eredmény, hogy van uszodánk. A 60-iaknak nem kell lehajtott főben menni a városba. Azt gondolom, hogy ezt azért nem szabad elvitatni. Természetesen, még egyszer mondom, egy pártpolitika mindent elvihet, tehát kórház, csapadékvíz elvezető rendszer már 2012-ben, és ezt 11-ben elő kell készíteni, és ami nekem egy szívem vágya volt, mégis a mi csapatunkat szeretném megcsinálni, a rendezvénycsarnok. Azt gondolom, hogy ha ez megépül, akkor az épített infrastruktúra miatt már nem kell szégyenkezni, hiszen versenyben vagyunk. A többi kérdés az, hogy ebben a gazdasági helyzetben, amikor pénzügyi gazdasági válságban él a világ, köztebb persze Magyarország is, meg 60 is, hogy mire jut még pénz? Amennyiben a 60-iak úgy döntenek, hogy tőlem is az általam vezetett pártól és a szövetségeseinktől megvonják a bizalmat, mi tudomásul veszük, de egy dolog biztos, igényesen és emelfővel fogunk távozni a városvezetői szintjéről, mert gyakorlatilag az, amit itt láthatnak, tessék megmutatni, amit itt láthatnak, itt azért nekünk a munkának, itt van az eredménye. És ezt ugye azt gondolom, hogy bármi lesz a választási eredmény, ezt talán nem fogja elvitatni senki, hogy gyakorlatilag felépült a kastélynak, vagy megszépült a belső udvara. Nagyon sokan bírálják most a csatorna beruházást. Ön szerint tényleg ilyen rosszul sikerült, vagy van ebben az önkormányzatnak felelőssége? Erről azért nehéz beszélni, mert gyakorlatilag a csatorna beruházás, ez Európai Uniós pályázati támogatásból épült. Ugye annak idején többször elmondtuk, a KEOP és a KIOP támogatásokból épült, ugye nem gondolják, hogy nincs visszaellenőrzés. A mi csatorna beruházásunk, és erre büszke vagyok, természetesen Lőrincivel, Zagyvaszántóval és a most folyó APCI egységi Szücsivel együtt gyakorlatilag minden ellenőrzésen kiállt. A boldogtalan embertől tudják, nem lehet elvárni. Tehát egy boldogtalan embernek bármilyen jót tesz az ember, el lehet hívni egy jó hangulatú iskolabárra. Ha valaki boldogtalan, akkor is boldogtalan marad, és őt már csak az elégíti ki, hogy a másik embert bántsa.
A boldog ember pedig látja a szépet és a jót. Nincsen semmi gond a csatorna beruházással. Tehát a képviselő testületi döntések vannak mögötte, állami ellenőrzések, Európai Uniós ellenőrzésekről vannak dokumentumaink, hát ez nem lehet, hogy probléma legyen benne. Polgármester, egy utolsó kérdést engedjen meg még nekem az elkövetkezendőkben, hogyha úgy alakul a 60 online-t, meg fogja hívni sajtótájékoztatóra, illetve nyilatkozni fog nekünk? Amennyiben tisztességesen járnak el. De gyakorlatilag önök nem jártak el tisztességesen velem szemben. Mit várnak tőlem? Uraim, mit várnak tőlem?